Na hello, Szokit is vagyok egy újabb Wincraftos résszel, és a mai részben végre sorra keríthetjük a Win Excavation Site D-t, ugye ez a záró küldetés az Excavation Site-oknak, és hát ha jól tudom, akkor ez viszonylag elég hosszú és elég nehéz. Nézzük is csak meg, ugye itt írja egyébként, hogy kell az előző küldetésekből megszerzett ABC shard, és ugye a Tromsnak a várába kell beszélni, hogy el akarjuk indítani ezt a questet. Szóval szerintem én el is indulok oda, gyorsan felveszem a shardokat, vagy esetleg még ami még kellhet, és utána indulhatunk is beszélni az NPC-nkkel. Azonban egyébként sokan mondtátok, hogy ez a küldetés akár több mint 50 vagy 60 percig is eltarthat, szóval az se kizárt, hogy esetleg ez a küldetés két videóra lesz bontva, vagy esetleg majd csak a következő részben tudjuk befejezni a végét, hiszen ugye eléggé hosszú. De majd ahogy alakul, majd meglátjuk, hogy hogyan fogunk tudni haladni benne. És mondtátok még, hogy van a vége felénél még egy-kettő vagy valahány elég viszonylag erős boss. Szóval hát én szerintem megint megpróbálom megcsinálni azt, amit ugye az előző részben is, hogy először megpróbálom szólóban legyőzni, megküzdeni velük, tehát úgyhogy csak egyedül vagyok. És hogyha nem megy, tehát hogyha megint nem tudok levinni életet, vagy csak annyira erőseket ütnek, hogy nincs túl sok esélyem, akkor majd esetleg egy kis segítséget is fogok kérni, akik esetleg itt fenn vannak a szerveren. Na de ahogy nézem, meg is érkeztünk ahhoz az NPC-hez, akivel először kéne, hogy beszéljünk, szóval ide is jövök hozzá, és hát egy pillanatra még körülnézek, de szerintem már nincsen nagyon itt semmi különös itt, úgyhogy kezdhetjük is a küldetést. His Majesty, Lord King of Troms. Az ő felsége, ugye Troms királya, jelen pillanatban gyengélkedik, kapott egy levelet, és őt ezt arra késztette, hogy azonnal elvonuljon a pánikszobába. Ő eltűnt már egy jó ideje, és egyedül csak a király tudja, hogy hogyan lehet lejutni a pánikszobába, de nekem már vannak egy jó ideje, gyanús feltételezéseim. Úgy tűnt, mintha várna valakit, de én már megelégeltem a várakozást. Próbál egy kicsit körbenézni az enchantoló asztalnál, egy csomó időt töltött ott, ott volt valaki, aki nem tudott olvasni. Kérlek, meg kell találnunk őt, én már elegem van abból, hogy mindenkinek csak azt kell mondanom, hogy ő gyengélkedni vonult el, hát erre a pánikszobára. Oké, akkor most pontosan mit is kell csinálnunk? Nézzük csak meg, nyomokat kell keresnünk a királyról, a kastélyon belül. Jó, akkor remélem nem kell se lejjebb, se feljebb menni, tehát ilyen szintkülönbséget, hanem tényleg csak ebben a termen belül kell megtalálnunk, gondolom valami kapcsolót, vagy nem tudom, mi lehet eldugva igazából. Enchantoló asztal tényleg az lehet, ami még szükségre jöhet, és valamiért ott egy lyuk a falban, ami csoda, itt is az enchantoló asztal egyébként, de hogy ezt a lyukat egyébként, hogy az Istenben nem vettem még eddig egyszer sem észre, hát nem nagyon látok itt egyébként semmit, hiába van itt ez a titkos elrejtett hely, egy kapcsoló, egy gomb se, bár olyan sötét volt, hogy lehet, hogy elhaladtam mellette, erre csak valami hálószobák vannak, erre nem kell menni, remélem. És ó, a terem másik végén úgy látszik, van itt még egy lyuk a falban, nem olyan látok sem erre más irányt, úgyhogy megnézem akkor ezt, hogy hát ha itt találunk-e valamit. Wow, ne, ez valami puzzle lesz itt. Ajaj. Behind the seat of power, true corruption is shown. Ez azt jelenti, hogy az erőszéke mögött az igazi romlottság feltűnik, vagy látható lesz, ami egyelőre eléggé csak egy értetetlen puzzle szövegnek tűnik. The one who lied first will lead you to the next. Az, aki először hazudott, el fog vezetni a következőhöz. Hogyha jól értem a szöveget. Gondolom ez itt a lámpákkal kapcsolatban van, hogy meg tudjuk fejteni ezt a kis rejtvényt itt. Viszont én ezekből nem nagyon jöttem rá tulajdonképpen semmi különösre, úgyhogy szerintem csak végig nyomogatom ezeket a gombokat, aztán hát ha történik valami. Hát egyelőre hiába nyomkodom végig. Mint hogyha kis pisztolyhangokat hallanék néhányban, de... Oh! Valamit sikerült összehozom, mert felvillant a lámpa. Na, ez már azért eléggé sok nyom a királya kapcsolatban, úgyhogy szerintem el is újságolom az kis NPC-nek, hogy találtunk valamilyen pár érdekes dolgot. Na, mondjad. Mondasz valami újat? Look for clues? Nem, még mindig csak ugyanazt mondja, hogy keressük az Enchantle table-t, és akkor hát, ha találunk valamilyen kis nyomot a királya kapcsolatban. Mi a szar volt ez? Itt valami bezáródott. Fel se tűnt, itt valami bezáródott előbb. Lehet, hogy az előbbi kapcsolóknak a hatása volt ez? Ja persze, persze, mert hiszen ott írja, hogy az erő széke mögött valami fog történni. Magyarul lehet, hogy a trón, hiszen ugye az az erő itt ebben a várban, ugye a király. Lehet, hogy úgy értette ezt az egészet. Nézzük csak meg, ez nyitott itt ki nekünk valamit. Igen, ez volt az, ami kinyit nekünk, és ez tök jó, hiszen így questbook update-ed, mert tovább is haladtunk. Hát, hogy nem is gondoltam volna, hogy ez lesz a megfejtés. Keressük hát itt a katakombákat, hogy megtaláljuk-e a királyt. Húha, balra vagy jobbra.
legyen inkább jobbra, bár valószínűleg ugyanoda fog vinni minket, igen, úgyhogy igazából ilyen szempontból most ez tök mindegy. Viszont, hogyha itt erre eljövünk, itt vajon felfelé lehet menni valamerre? Aha, igazán úgy néz ki, úgyhogy akkor induljunk is tovább lefelé. Ajajaj, milyen helyre jutunk, egyre inkább, hát nem túl barátságos ez az egész. És még egy puzzle, na nem már! Jézusom, mi a szar ez? Mit kell itt egyáltalán csinálni? Elegem van már ezekbe a puzzle-ökből. Az előzőt sem nagyon értettem, hogy mi van. Na jó, nézzük csak. Mit kéne itt csinálni? Valami fajta kirakós lehet ez? Hát nem tudom, mindegy, nyomogassuk végig a gombokat, aztán hát ha történik valami. Remek, jó, szóval úgy fognak felvillanni a glowstone szóval lámpák, ahogy ugye itt a képen is mutatja. Ez pedig nagyon jó. Tehát gondolom, akkor ki kell tölteni az egészet. Ja, aha, értem már mi ebben csavar. Hogyha egy olyan glowstone lámpára nyomok rá, például a középső, ami már aktivál volt, akkor ez lekapcsolja. És én fogja tudni kitölteni, viszont nincs olyan formák, amivel most ezt a hármast betehetném ott középen. Szóval szerintem erre nyomok is egy resetet. Próbáljuk meg újra, mindegy és pont csak egyszer kaphatja el, úgy tűnik, hiszen különben le fogja kapcsolni egymást. Például kezdjük egy ilyennel. Jó, utána van itt egy ilyen formánk. És hogyha ez is megvan, akkor már csak egy fenti háromszor kell, mert tudom, hogy ez, itt is van egy ilyesmi. És hogyha mind a 9 aktiválódott, akkor valaminek történnie kéne. Igen, és itt ki is nyílt egy kapcsoló, vagy egy ajtó. Szóval tök jó. Hihetetlen egyébként, hogy azok mellett, hogy ennyire részletesen, ennyire jól megcsináltak egy-egy helyet, ilyen szép ez az egész, mégis milyen jó kis komplikált redstone szerkezetek vannak benne, és hú, ez egyfajta nagyon bizarr parkörnek tűnik. Ezen a vize, ilyen vizes parkolóra nem is tudom, hogy mentem-e már egyáltalán életemben. Szóval még ilyennel is nehezítik ezt a helyet. Úgyhogy jól tudom, hogy úgy kell menni, hogy amikor felbukunk, akkor kell így átfolyni a következő vízbe, mert különben leesünk. Egyelőre egész jól haladok, de ez minden esetre hát eléggé bizarr. Hú, ez itt most egy nehéz lesz, ahogy nézem. Csak ne essek le. Jó, valami fel tudtam magamat húzni. Hú, ezért most már kb. Féltestem lent volt, úgyhogy csoda, hogy még így is fel tudtam úszni rajta. De azt hiszem ezen meg is van. Mehetünk is tovább. Most én valami boss fogadjunk. Ilyenekkor szoktak jönni a bossok, mert kicsit tényleg ilyen dungeon-szerű ez az egész hely. Azt a de szép ez az egész. Le is ugrok ide. Tehát úgy gondolom, hogy le kell valahol menni itt a víz alá. Igen, itt már mehetünk is tovább. És elérkeztünk egy helyre. Questbook update, de na nézzük csak meg. Mit ír? Beszéljünk a királlyal. Na, ez azt jelenti, hogy ezek szerint, igen, itt is van, megtaláltuk a királyt végre. Szerintem nem voltám ez egy túl egyszerű dolog, hiszen azért jól elbújt, na de beszéljünk is vele. Le vagyok nyűgözve, hogy meg tudtál találni. Az okosabb embereim általában nem találnak, amikor nincsen meg a szándékuk hozzá. Szerintem én legalább tartozom számodra az igazsággal, hogy ilyen messzire eljöttél, nem mintha számítana. Vin Excavation, a Gavel vállalat hamis, nem létezik. Ez igazából egy titkos társaság, amit a nagy és hatalmas Gavel működtet. Nekik csak egy céluk van, a teljes uralom. Nem tudsz versenyezni velük, fiú. Én is megpróbáltam először, de ők átfordították az én belső körömet saját magam ellen. Tehát gondolom az embereit. Habár én nem vallhatom be, elég keményen küzdöttem, de az ő ötleteik csodálatosak. Gondolom ezt meg úgy érti, hogy ő is tehetetlen ellenük, mert hogy elég jól kitalálták ezeket a terveket. Szóval remélem, hogy meg tudsz nekem bocsájtani, én csak egyszer próbáltam cselekedni a nagyobb jóért a világban, és ahogy elhagyod a várost, remélem, hogy találsz egy búcsút, micsoda, mivel ahogy elmész, meg leszel vádolva árulásért, és üldözni fognak. Csak ez az egyetlen út. Na jó, lehet, hogy itt valamit félrefordítottam, vagy csak egy kicsit ennyire zavaros a szöveg, de nem egészen tudom, hogy most miért kéne, hogy engem üldözzenek. Nézzük csak, mit ír a questbook. Ki kell jutnunk Tromsból. Mi a szar? Nem is értem, mi van. Lehet, hogy most támad ránk a királynak az átfordított belső köre, amit ugye, ami most már a Win Excavation Site-osoknak a hatásköre alatt van. Tényleg meg is támadtak, nem már, megtámadtak a Tromsbeli emberkék, meg az őrök, meg itt mindenki van. Jézusom, hol vagyok, nem már? Ott egy barátságos Troms Citizen is volt. De ezek az őrök annál kegyetlenebbek, basszus. És valamiért tényleg nagyon el akarnak kapni. Na jó, hát nem tudom, mit évők legyünk. Ó, oh, itt egy nagyon furcsa NPC. Psz, gyere ide! Hey, psz, gyere ide! Oké, itt vagyok, mondjad. Fogd ezt és fuss, ki kell jutnod innen. Micsoda? Most a tényleg össze vagyok zavarodva. Tarts azok felé, a koordináták felé, nincs időm, hogy most ezt megmagyarázzam. Indulj, most! Ő ott van, megtaláltam! Ú, ezek meg már valószínűleg az őrök lehetnek.
És olyan tényleg jönnek is. Ja, nem láttam, valahogy kijutottunk a Tromos várába, úgy látszik csak ide kellett menni a kapuhoz, és ezzel, mint hogyha most visszakerültünk volna a normális világban, de hát megint update-odott volna a questbook, na nézzük csak meg, mit ír nekünk. Meg persze ugye először itt van ez a Traitor Camp nevezető kis levél, és adott egy koordinátát, úgyhogy hát lehet, hogy egyszerűen csak oda kéne mennünk, és hát majd meglátjuk, hogy mit találunk ott, szóval meg is nézem még egyszer a koordinátákat, és akkor el is indulok odáig, és hogyha majd odaértem, akkor egy kis gyorsítás után találkozunk. És jöttem ide, már elég közel lehetek azokhoz a koordinátákhoz. Valahol itt alattam van? Vagy itt felettem? Esetleg itt jobbra? Errefelé például mi van? Ó, questbook update, akkor csak jó helyen járhatunk. Nézzük csak meg, mit ír most. Beszéljünk a Traitor Thomas nevezetű NPC-vel. Na itt is van. Pont őt keressük. Na mi a helyzet errefelé? Erre például itt mi van? Be lehet menni? Ó, nem enged. I'm sorry, I can't let you in there until you prove yourself. Szóval hát nem enged be minket, határozottan nem enged be minket. Igen, először be kell bizonyítanunk, hogy alkalmasok vagyunk rá, hogy bemehetünk oda. Igen, ugyanezt mondja egyébként ebben a mostani szövegben is. Jó. Mi nem tudhatjuk, hogy kiben bízhatunk meg. Sajnos nincs semmiféle mód, hogy bebizonyíthassad a hűségedet. És most, hogyha megbocsájtasz nekem, el kell mennem és tovább vadásztom azokat a map fragmenteket, map részeket a Darnellben. Biztos vagyok benne, hogy ezekkel a szemekkel valamit kezdeni kéne. Vagy valamit csinálhatnak majd nekünk ezek a szemek. De úgy látszik, akkor ezek szerint úgy kéne bebizonyítanunk a hűségünket, hogy mi megkeressük helyette ezeket a... Igen, itt is van. Meg kell találnunk ezt a három térkép részecskét, és csak utána visszatérni a Thomashoz. Viszont, hogy mi ezt hol találjuk meg, és mi a kiindulási útunk, hát valami szemeket kéne keresni, de egyelőre nem nagyon látok itt semmit. De ezek szerint, hogyha megtaláltuk ezeket a térkép részecskéket, akkor már valahogy be lesz bizonyítva a hűségünk, bár ugye ezt nem mondta nekünk, szóval remélem, hogy nem fog kitálni itt valamit. Továbbra sem enged be egyébként. Mondjuk annyit még mondhatott volna, hogy hol találjuk mi meg ezeket a szemeket, vagy adhatott volna egyet, vagy bármit, vagy nem tudom, csak hogy valamilyen módon, hogy hogyan induljak el. Talán itt fent van valamit, valami kis ösvényszerű van itt kialakítva, úgyhogy hát, ha erre felé kell menni, bár hát nem hiszem, hogy egyre inkább lehetetlenebbüldik az út, vagy nem is tudom, hogyan mondjam. Ezért például micsoda, gondolom ezek csak sima világítások, nem tűnik annyira szemnek. Hát nem tudom, lehet, hogy akkor itt le kell menni egészen az úton. Az abban még koordinátát se kaptunk. Egyedül talán ezek hasonlítanak egy kicsit szemekre, de én mondjuk nem így képzeltem volna el, amikor azt mondja, hogy szemeket kéne követnünk. Kicsit egyértelműbb útmutatóra gondoltam, mert itt már nem is látok semmi más, csak az az egyet. Úgyhogy, hát valószínűleg, ha ebben most nem látok még egyet, akkor nem hiszem, hogy ezek azok, amiket mi nekünk keresni kell. Itt például ezen az oldalon egyelőre semmit nem látok, nézzük csak meg másik oldalon. Itt se látok egy darab szemet sem. Viszont, hogyha választom kéne, akkor inkább mégiscsak abba az irányba indulni kell, hiszen erre felé legalább van út. Másik irányban még annyit se láttam, úgyhogy hát, ha talán... Oh! Dehogy is nem, mégiscsak ezek lehetnek, hiszen ott van például még egy a földön. Na hát, ez egy nagyon kellemes meglepetés. Sőt, nem csak egyben, hanem itt szanaszét mindenfelé látok még szemeket. Azt se tudom, merre induljak, ez például, mint hogyha erre mutatna. Wow, az ott csak nem, de ez itt már egy map fragment. Ó, furcsa módon ezt is meg kellett ölni, mint hogyha csak egy zombi lenne. Meg is van. Igen, map, ez az első térkép részecske, amit meg kell találni, akkor keressük tovább ezeket a szemek segítségével. Remélem, most ilyentől kezdve egy kicsit könnyebb lesz a tájékozódás. De ezek is annyira furák, hát körülbelül 40-szer elhaladtam már ezek mellett, hogy egyszer se tűnt fel nekem ezek a nagy fehér-fekete cuccok a földön. Itt van egyébként a második map fragment, tök könnyen megvolt ez is. Szóval így nagyon érdekes, amikor volt ez a küldetés, amikor azokat a lila cuccokat kellett követni a földön, azok se tűntek fel, egészen ameddig fel nem hívták rá a figyelmemet, hogy vannak egyébként ilyenek is a földön, és ezeket követni kéne. Egész addig nem is vettem észre, hogy ezek így szépen sorban vannak itt egymás mellett, mint hogy ezek a szemek se tűntek még fel egyszer sem. Hogyha egyszer követjük őket, akkor elvezetnek minket valahová. Szóval azért ez egy elég érdekes, viszont lehet, hogy most pont nem a jó irányba megyek. Igen, erre csak a lilák vannak, viszont szemeket egy darabot nem látok, hogy egy kicsit vissza megyek. És igen, ez lesz a következő, ami mutat nekünk méghozzá errefelé. Nézzük csak, itt van valami bejárat ebbe a kőépületbe, vagy csak itt fel kell ugrálgatni a szélein.
Már sem tudom egyébként hol vagyok, teljesen elszoktam tévedni ebben a Dernal dzsungelben. Ó, itt van egy újabb map fragment, igen. És ez lesz a harmadik, ami kell nekünk. Nagyon jó, megvan, akkor azt hiszem ezzel mind a három, szóval indulhatunk is vissza Thomashoz, és hogyha odaértem, akkor egy kis gyorsítás után találkozunk. Ez az? A térkép részek? Megtaláltad őket? Ja, de a szemeket előtte sokkal nehezebb volt. Ó, hát jobban tennéd akkor, ha bejönnél. Na már is megváltozott a véleménye. Nincs sok időnk, össze kell kombinálnunk ezeket a részecskéket a miénkkel. Gyorsan, menj be búvóhelyre. Jó, hát akkor szerintem ezt eléggé gyorsan meg is győztük, úgyhogy akkor indulhatunk is ide be. Ó, egészen megváltozott a hely, ahogy bejöttünk. Oké, és kivel kell itt beszélnünk, nézzük csak szerintem itt egy quest bookot. Bár szerintem ő lesz itt a fő fickó, úgyhogy igen, a leader a modellel kell beszélni. Itt is van előttünk, de egy kicsit még körbenézek, hogy mégis mi a helyzet. Itt van egy csomó másik NPC is rajta kívül. Nem mindegy, először beszéljünk vele. Köszöntelek, barátom. Tudtam, hogy te ezt az egészet ki fogod találni. Meg kéne lepődnöd, hogy itt lesz. Az Excavation Site-osok a C-nél nagyon erősen azon voltak, hogy megöljenek engem. Habár nem sikerült nekik, el tudtam szökni. És el tudtam csorni egy térkép részecskét, majd aztán kitaláltam, hogy ez mire is jó. Hogyha már ilyen sokáig eljutottál, akkor tudod, hogy a Win Excavation nem igazán az, mint aminek látszik. Ők fel akarják éreszteni a Win ősi erőit. Ők irányítják a vezetőségünket, a hatóságokat, és úgy tűnik, mintha mindig három lépéssel előttünk járnának, mint amiket mi csinálunk ellenük. Ez mi ez? Átmegyünk egy ilyen illumináti történetbe, vagy mi fog még ebből kisülni? Ez lesz, ha csak nem tudjuk megállítani ezeket a bányászokat az utolsó kristálynál. Nem tudják használni egy egyedüli sarnak az erejét, anélkül, hogy kombinálnák őket, az összeset. Itt van, tessék, összetettem a térkép részeket mögötted. Úgy tűnik, mintha ez mélyen benne lenne a dzsungelben. Kíváncsi vagyok, hogy hol. Aha, valószínűleg ott lesz az Excavation Site D is, hogy akiket meg kell találnunk, és azt hiszem erről beszélt ezekről a térkép részletekről. Ez itt egészen a pálya széle lehet. Kicsit olyan, mintha az a kőerő lenne, amit az előző részben látunk, ugye itt van egészen a pálya szélén a havas hely mellett, szóval elvileg még stimmel is, és elvileg akkor ezek szerint, hogyha ez az a kő erőd, ugye amit akkor is láttunk, akkor valahol például azt hiszem az ott, az a forrás lesz, ahol ugye múltkor álltunk, szóval onnan néztük, hogy vagy onnan néztem, hogy vajon mi lehet ez a nagy, vagy nagy kőszerűség itt, kőhalom, vagy kőerőd, nem is tudom minek lehet ezt nevezni. Szóval lehet, hogy el is indulhatunk oda. Ó, hát te jó, hát meg egy koordinátát is adtak, így még könnyebb lesz az odajutás. Ti vajon tudtok még valami érdekeset mondani? Win Excavation már nagyon sok borzasztó dolgot csált, és én azért vagyok itt, hogy segítsek. Na hát ez nagyon jó, mi is azért vagyunk itt, azt hiszem. Jó, akkor ezekkel mégsem kell beszélni, hanem itt van valami kis járat. Hova jutottunk? Ó, azt hiszem ez a hátulja annak a részek, tehát így tudtunk kijutni erről a helyről, és hát akkor el is indulhatunk egészen addig a kőerődig, amíg ugye oda nem értünk a koordinátákra, és majd hogyha ott vagyunk, akkor egy kis gyorsítás után találkozunk. Azt hiszem megérkeztünk, más legalábbis nem nagyon tudok elképzelni, körülbelül itt vagyok egyébként a térkép részecskék szerint is ezen a helyen, úgyhogy remélem ezzel szóval nekünk kell jönni. Viszont, hogyha még csak most kezdődik el az a rész, hogy ugye bejutunk az Excavation Site-ra és végigmegyünk a bosszokon, puzzle-ökön, stb., akkor ez még el fog tartani egy ideig. Pillanatra még kijövök ide. Ah, igen, talán innen még látszik se forrás, hiszen múltkor pont azon a kis dombon álltunk és onnan néztük ezt. Egyébként gyönyörű a keletes, meg nagyon gyönyörűen megvan csinálva ez az egész hely. Ez a dzsungelnek a zsúfoltsága még egy kicsit hangulatosabbá teszi ezt az egészet, meg ez a romosság, nagyon szép. Viszont én azt mondom, hogy mivel még tényleg egy elég hosszú résszel előttünk, és már így is meg vagyunk körülbelül 20 percnél, szerintem folytassuk a következő részben ezt a küldetést. Úgyis akkor lesz még izgalom bőven, akkor jönnek majd csak az igazán nagy akciók, hiszen találkozunk a Windcraft Excavation Site díszekkel, szóval szerintem ez egy jó és ez így lezárásnak. A következő részben találkozunk, és hát megtudhatjuk, hogy hogyan fejeződik be ez a küldetés. Addig is minden jót, és sziasztok!